Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm polgármester urat, aki vállalta, hogy a kérdések keresztüzében ő is majd helytáll, Szepesi Tibor polgármester urat. Köszönjük, hogy időt szakít erre a nagyon fontos történetre. Bár a taps is jár neki nyilvánvalóan, de nem a ma estéért, hogy itt kiáll, hanem azért, amit az elmúlt időszakban már a város érte. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Adamosi Péter műszaki ellenőr urat, Szatkocki Attilát, a kivitelező vezetőjét, a kivitelezésért felelős ügyvezetőt, köszöntöm a sajtómunkatársait, és elsősorban azokat a lakosokat, akik vették a fáradtságot, hogy eljöjjenek, mert fontosnak tartják ezt az ügyet, hogy ezen a mai lakossági fórumon megnyilvánulják, illetve hogy elvigyék a hírét, a konkrét információkat magukkal a projekttel kapcsolatosan. Én megkérem Szepesi Tibor polgármester urat, hogy egy rövid expozíval köszöntse a jelenlévőket, és amit a projekttel kapcsolatosan ő fontosnak tart, az ossza meg önökkel. Jó napot kívánok, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai fórumon. Ugye nem az első alkalom, hogy a csapadékvízpályázattal kapcsolatban a Városháza nagy termében tartunk lakossági megbeszélést. Én inkább megbeszélésnek gondolom, mint fórumnak, hiszen nyilván közös érdekünk kell, hogy legyen az, hogy ez a pályázat egyrészt megvalósuljon, befejeződjön, másrészt pedig megoldás szülessen azokra a problémákra, amelyek a pályázat előtt voltak, hiszen itt a csapadékvíz elvezetéssel azért elég komoly problémák akadtak ezen a városrészen. Másrészt pedig nyilvánvalóan a pályázatból kifolyólag azok a felmerülő kérdések rendeződjenek, amelyet az előbb is hallottunk, nyilván megfogalmazódtak önökben. Maga a pályázat, ugye azt tudjuk, hogy elég régen kezdődött, egy topos pályázatról van szó, és már majdnem a pályázati ciklus végénél jártunk, amikor egy lehetőség adódott Karcagváros önkormányzata előtt, hogy egy közel 1 milliárd forintos fejlesztési összeghez jussunk, és ebből meg tudjuk oldani a város egyetlen öblözetének, hiszen sok öblözetről beszélünk, összesen 8 öblözete van a városnak, ahol csapadékvíz gyülekezésről beszélhetünk, és csapadékvíz elvezetést kell megoldani. Ugye ki kellett választani egyrészt azt, hogy melyik legyen ez, hogyha hozzákezdünk. Ugye az egyértelmű volt, hogy a legnagyobb problémát a katolikus városrésznek a csapadékvíz elvezetése okozza, egészen a Kacsó utcától sorolhatnám a Kossuth, Ketel és végig azokat az utcákat, ahol gondot jelentett a csapadékvíz elvezetés. Nem véletlenül a többes szám, hiszen én bízom abban, hogy ez megoldódik ezzel a pályázattal. A másik mérlegelendő kérdés az volt, hogy lesz-e elég időnk arra, hogy megvalósítsuk ezt a pályázatot, hiszen a pályázati ciklus a végéhez közeledik, tehát egy nagyon gyors munkát kellett végeznie mind a tervezőnek, mind a jóváhagyó hatóságoknak. Nyilván tudjuk, hogy ők azért szeretnek ezen egy kicsit tovább gondolkozni, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát a hatósági jóváhagyásokra kellett várnunk, és utána pedig megkötni egy közbeszerzési eljárás után, ami tudjuk, hogy szintén nem egy rövid idő, megkötni azt a szerződést, ami biztosítja ennek a pályázatnak a megvalósulását. A végéhez közeledünk, ami a pályázat megvalósulását jelenti, hiszen látjuk folyamatosan, hogy azok a mederelemek, ezek a beton csövek folyamatosan kerülnek a földbe, egyre inkább abba az irányba, hogy a végén, ahova a csapadékvíznek majd reményeink szerint el kell jutni, ugye ebbe a víztározóba, idénylenes víztározóba jusson be az összegyülekezett csapadékvíz. Nyilván ennek lesz folytatása, tehát nem fog megállni ez a pályázatot, hogy lekerülnek ezek a betonelemek, és akkor fogja magát a kivitelező, aztán elvonul, hiszen ezután következnek azok a helyreállítási munkák, amelyeket ugye az előző fórumon is megbeszéltünk. Folyamatosan monitoringoztuk az előző időszakban is a kapubejárókat, a járdákat, a kövesutakat, hiszen azért ezen elég komoly mennyiségű eszközt és beépítendő anyagot kell szállítani, természetesen, hogy ezeket helyre kell majd állítani. Ugye az, hogy a csapadék esik, arra sajnos nincs ráhatásunk az időjárási
körülményeket nem tudjuk befolyásolni. Két évig alig esett eső, nyilvánvaló, hogy a Murphy törvényéből adódóan, hogy akkor esik, amikor a legjobban nem kellene. Most nem igazán tesz jót a kivitelezésnek az, hogy ekkora mennyiségű csapadék esett, meg esik le. Az elmúlt egy-két hétben több mint 100 mm csapadék jött a városra. Nyilván nem csak arra a részre, hanem az egész területre. Látjuk azt, hogy mindenhol nagy mennyiségű víz az, ami lejött, de jó hír ebben, hogy én ma mentem körbe az egész területen, igazából nem találkoztam olyan tócsával, ahol megállt volna a víz, tehát valamilyen szinten már működik ez a csapadékvíz elvezetés. Nyilván amikor kész lesz, akkor lesz igazán megfelelő. Az, hogy a földre esik, abból tudjuk, hogy sár lesz, tehát ez a sár ez nyilván fölkerül a köves útra, fölkerül a járdákra, ezeket természetesen folyamatosan figyeli a kivitelező, takarítja, és amikor elkészül, akkor természetesen lesz majd egy nagy tisztítás is ezeken a részeken. Úgyhogy én azt gondolom, és bízom abban, hogy egy pici türelemmel még ezt a kevés időt ki lehet bírni, legalábbis én azt gondolom, és akkor megkezdődik az a helyreállítási munka, ami visszaállítja majd a kvázi eredeti állapotot. Azért kvázi eredeti állapotot, mert a köves utak, az utak, a kapubejárók helyre lesznek állítva, viszont a csapadékvíz elvezetése itt sokkal jobb körülmények között, és én bízom abban, hogy sokkal gyorsabban fogja ezt a területet elhagyni majd, mint az előző években. Gondolom, hogy lesznek majd kérdések, próbálunk erre válaszolni. Én továbbadom a szót a kivitelezőnek, műszaki ellenőrnek. Nyilván lesznek adataik, hogy hány kilométert, hány betonelemet építettek be. Valóban a végéhez közeledünk. A legnagyobb munka az még nyilván a Sistak környékén, a csapadékvíz idéglenes tározó az, amely kicsit nehezebben készül. Nyilván egy óriási méretről beszélünk, de a víz már addig is oda tud folyni, hiszen egy idéglenes víztározó már eddig is kialakításra került. Tehát ennek az összekötése majd a csatorna rendszerrel, már a főcsatorna rendszerrel, tehát az 1.00-ással, az majd ezután fog következni. Úgyhogy én köszönöm az eddigi türelmét mindenkinek, aki ezen a területen nem lakik. Tudom azt, hogy sokkal nehezebb volt, meg még mindig nehezebb a közlekedés, egy kicsit a kiállása házak udvaráról, egy kicsit nehezebb lehet, hogy más utakat kell választani, mint a megszokott utak, amikor valaki el akar jutni a boltba, iskolába, óvodába, vagy a munkahelyére. De én bízom abban, hogy valóban az ott lakók érdekében készül, és egy nagyon jó megoldással fog elkészülni, mire a végére érünk. Várhatóan, én azt gondolom, legalábbis ahogy egyeztettünk itt előzetesen, várhatóan a tavasz kezdetére azért valamennyi helyreállítási munkával tud a kivitelező végezni. Köszönöm szépen, nyilván ha lesz kérdés, akkor próbálok én is válaszolni majd rá. Hadd hívjam fel a figyelmet valamire, itt most egymás mellett ül a kivitelező és a műszaki ellenőr. Nekem van egy jó hírem, én ismerem mind a kettőjüket, és itt van barátok. Ez szerintem tényleg jó hír, jó viszonyban vannak, jó munka kapcsolatban, de nincsen is másolás. Madarasi Péter, a műszaki ellenőr, ő az, aki most látják, és a projekt jelenlegi állását ismertetni fogja. Elég árgó szemekkel figyeli a problémákat, és igyekszik elvinni minden ilyen problémára a figyelmet, és a végén szerintem ő lesz az, aki be is húzza a vízítéket, hogyha valami nem tetszik neki. Úgyhogy ezért fontos az, hogy itt is olyan problémák kerüljenek elő, amik esetleg eddig nem kerültek felszínre, hogy Péter mindenképpen a látókörébe kerüljenek azok is, amik talán nem voltak eddig láthatóak. Úgyhogy nézzük, hogy a projekt jelenlegi állása az hogyan is áll, hol tart most az a projekt. Én nem fogadják szeretettel Madarasi Péter műszaki ellenőrt. Fölfelé északról jönnék, a Tevető utcán gyakorlatilag elkészült az összes létesítmény, csak a helyreállítás hiányzik, illetve az olajfogó műtárgyakból már az összes itt van a városban, és annak az elhelyezése hiányzik. A Kápolna utcán ugyanez a helyzet, gyakorlatilag ahol készen van a maga a létesítmények, ott mindenhol a helyreállítás hiányzik, egy-két kivétellel.
Akkor a következő a Zádor utcán, illetve a folytatásában a Szent Lászlón a Koppánykerel Hajnal utca csomópontjai is elkészültek, vagy csomópontjában is elkészültek, itt a Hajnal utcától gázkiváltás miatt nincs megépítve az utolsó szakasz, illetve itt is az olajfogó hiányzik. Ugye nem tudom, hogy erről tudnak-e minden egyes fő gyűjtő útnak, úgymond ezeknek a temető kápon, a Szent László Kossuth utcának, mindegyiknek a végén lesz egy olajfogó műtárgy, amivel ugye az esetleges havária esetén meg lehet szűrni a olajszennyeződésektől a vizet, mielőtt a fő gyűjtőbe belefolyik. A Koppánykerel Hajnal utca is elkészült, a főgyűjtőnek a tisztítása megtörtént, ott még annyit egyeztettünk a kivitelezővel, hogy valamennyit még a rézsűszögön kell módosítaniuk, hogy a rézsű lemosódás a lehető legkisebb legyen a későbbiekben. Akkor itt a legnagyobb szakaszunk, ez 3 km? 4? Ha hosszú. 2,4 km a Györfi Béke Füredi Lehelés a Kossuth utca. Ez ugye egy viszonylag hosszabb szakasz. Ez a Hajnal utcáig van jelen pillanatban, a tegnapi állapotban legalábbis elkészülve. Innentől kell még a főgyűjtőig elmenni az építendő szakasszal. Továbbá a Kacsó és a Szent István utcán is már elkészült. A Kacsónak a főgyűjtő felőli végén, ott pedig a Szív utcáig készült el. A Szív utcának a építése az most az elkövetkezendő egy-másfél hétben fog megtörténni. Az Ady utcán, ott pedig a jelen pillanatban Szív utcáig van megépítve a szakasz, onnantól kell eljutni a kivitelezőnek a tóig, az ápótározó tóig, illetve ami az ápótározóba vezet még két szakasz, ez a Telep utca, és ami a tóból kivezető vizet viszi a főgyűjtőbe, amiről a polgármester úr is említette, hogy ugye még nincsen összenyitva a főgyűjtővel. Itt most a kivitelező egy dugót hagyott, úgy mondjuk dugót hagyott benne az árokba, hogyha nagy csapadék van és a főgyűjtőn felgyülemlik a víz, akkor ne jöjjön vissza a tóba és onnantól esetleg a rendszerünkbe. Itt most ezt jelen pillanatban egy minden eső után szivattyúval lemelik bele a főgyűjtőbe. Ami még hátra van, ez a Kossuth téren a társasházak előtti szakasz, ahonnan körülbelül a fele van elkészülve, illetve magán a Dózsa-György utcán a Dózsa-Györgynek a déli végén lesz még egy építés, az viszont az a zöldben történik, annak a közút érintettsége, úgymond öngörmázati vagy állami, teljesen mindegy, maga az út érintettsége az nagyon minimális lesz, amennyire csak lehet. Itt nem tudom, hogy beszéltetek már róla, annyi fog történni, mikor fogjátok azt elkezdeni? Körülbelül egy hét múlva? Itt a belső részt. Igen, hogy azt akarom mondani, hogy ez az utca le lesz zárva. Körülbelül egy napra ez az utca, amit az önkormányzat mellett van, le lesz zárva hermetikusan, teljesen a túlsó végéről, amiatt, hogy az átvágást meg lehessen csinálni. A tó körülbelül 50%-ban van kész, egy dózerrel végzik ott a munkát. Nagyjából ennyit tudtam elmondani. Köszönjük szépen! Biztos, hogy van még sok információ, még esetben most nem tűnt annyira lényegesnek, meg kérdésre fog Péter tudni válaszolni. Gyakorlatilag, amit én kérdezem itt a szavaiból, a legfontosabb az, szerintem ez jó hír, hogy ez a beruházás még nincs kész. Tehát ezért nem szabad teljes mértékben most átadni magunkat annak, hogy hát itt is probléma van, mert vannak még apróságok, hogy amiket meg kell csinálni, be kell fejezni. De hogy is tart pontosan ez a kivitelezés, erről most kérem hallgassuk meg akkor együtt Szafóczki Attilát. Nagyon szépen köszönöm. Először is üdvözlök mindenkit, és meg szeretném köszönni azt a türelmet, amit eddig felénk fordítottak, mivel tudjuk azt, hogy sajnos nem kis kellemetlenséggel jár azokon a szakaszon az építés, ahol ténylegesen ugye új szakaszok épülnek. Legfőképpen ez annak tudható be, hogy az időjárás sajnos nem az elmúlt évekhez megszokottan zajlik,
hanem az évszaknak megfelelő. Ugye az elmúlt években azért jóval kevesebb csapadékok vagy csapadékmennyiség volt itt az évvégi időszakban, sajnos ez most nem kedvezett a részünkre. Ugye a projektben több mint 11 kilométernyi burkolt szakasz épül. Ez azt jelenti, hogy több mint 11 ezer méter mederelem és cső váltakozásából áll össze a belterületi szakasz, valamint több mint 2 kilométernyi külterületi részen ugye a maga a főgyűjtőnek a megépítése történik. Ez 6 fő gerinc részt von maga alá, amelyek ugye több kisebb ugye beágazó szakaszból állnak. Ugye ezen a 6 fő gerincen még további nehézséget jelent az, hogy azért lakókörnyezetben kell hatalmas elemekkel dolgoznunk. Ugye ezek a úgynevezett TB60-as elemek, ezek már több mint másfél tonna súlyú egy darab, illetve elég nagy nyílással és nagy mélységgel rendelkeznek. Főleg azt is figyelembe véve, hogy ahol a folyásfenék megkívánja, hogy ugye kontrás ne legyen a rendszer, ott több helyen ugye másfél méternél nagyobb folyásfenékkel épülnek. Próbáljuk minél kisebb kellemetlenségekkel végehez vinni ezeket a kivitelezéseket, de sajnos ugye ez nem lehetséges. Hatalmas bontás és hatalmas helyreállítási munka szükséges ahhoz, hogy egy eredeti állapotot vissza tudjunk állítani. Amit még mindenképpen el szeretnék mondani, hogy ugye szerkezetileg ebben az évben össze fog állni teljesen a rendszer. Magyarul amennyi csapadékunk érkezik, az mind be fog jutni a főgyűjtőbe, és mind összeáll magának a főgyűjtőnek ugye a mentesítése és az átemelése a végső befogadó területére. Ami még esetleg fontos, hogy megemlítsem, hogy ugye az Ady Endre út végén épül még egy tározónk, amit már említett polgármester úr és a műszaki ellenőr úr is, ahol próbáljuk minél kisebb sarolással véghez vinni a munkafolyamatot, de azért tudni kell, hogy itt már például gumikerekes járművek nem is nagyon tudnak mozogni, csak lánctalpas járművekkel tudjuk már úgymond karolásos módszerrel megcsinálni magát a tározó kialakítást, miközben ugye ezt egy tényleg száraz időszakban egész egyszerűen egy áthalmozással meg lehetett volna építeni. Még egyszer szeretném megköszönni azt a türelmet, amit eddig önök felől kaptunk, és reméljük, hogy minél kisebb kellemetlenségek a végső helyreállítási munkákat is be tudjuk majd fejezni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Ez azt jelenti, hogy azért van még itt hátra jó sok munka, hiába más túl a dandárjának ennek a dolognak, de nyilvánvalóan a lakosság soha nem lesz olyan szinten elégedett, mint nem is történt volna igazából beavatkozás az ő portálja környékén. És ugye még egy dolgot tudunk, mindenkinek a saját környezete a legfontosabb, hogy az legyen rendben. Ezért is van szükség nagyon nagy türelemre egymás felé is, és természetesen a kivitelező és az önkormányzat felé is. Köszönjük szépen, ezt nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, azt a türelmet, amit már eddig is találkoztunk, amit tapasztaltunk, és még egy kis ideig ezt témán kérni is fogjuk. Mostól kezdtünk el arra a pontra, hogy bizonyára van még olyan kérdés, ami felmerülhet önökben, és nem kaptak rá ennyire választ. István kollégámat kérem meg arra, hogy jöjjön közelebb, ő fogja a mikrofon majd odaadni minden kérdezőhöz. Aki szeretne kérdezni, van egy kérdése, az most a lehetőség, hogy feltenni ezeket a kérdéseket. És ha nyilván valóan polgáros vagyok, visszakérdezni, hogy a kivitelező legyen tudása szerint megpróbál ezekre válaszolni. Van egy kérdés. Megjelentődik, ha nem. Nem is. Üdvözlök mindenkit. Nem biztos, hogy kell a mikrofon, de köszönöm szépen. Nagyon sok emberrel beszélgetek nap mint nap, ezekről a problémákat felvetik nekem. Én azért is jöttem el részbe, akik nem találtak módot, hogy eljöjjenek, majd tájékoztatom őket. De az a kérdés az első, hogy ha ennek a fórumnak vége lesz, akkor hol kapnak ezek az emberek tájékoztatást, vagy valami helyre jó orvoslatot, ha szükség lesz rá, persze. Nekem nincs egy időre, tehát nem erről van szó. Tehát ilyen jogorvoslati forrás nincs megnevezve, meg nem tudom.
tudják az emberek azt, hogy ki a kivitelező. Azt most már tudjuk, hogy Attila, de hogy milyen cég, vagy hova fordulnak, ha olyan problémájuk van, amit most nem tudunk fölvetni. Tehát ez az első egy ilyen kérdés, hogy táblák ugye nincsenek, nincsenek van táblák, ahol ezt esetleg ilyen formában részletedik. Aztán van egy másik. Lesz még kérdésem, hogyha már. Jó. Az is kérdés, hogy ha valahol átereszek, vagy budák vannak letéve, ennek a műszaki ellenőről kérdeni inkább, hogy hány méter az a szakasz, amikor szerintem, de nem biztos, hogy így van, egy ilyen lefolyót kéne kialakítani, mert nálunk pont az a szituációra terül, hogy ugye nagy eső, nyilván, hogy másabb, mint amikor kisebb voltak van. Áll a víz az utcán, az árok üres, mert az árok egy kicsit széle, vagy aléban, hogy nálunk le van világ, lebondázva eddig is nálunk, és lefolyó magnák voltak, ezt felszedték, jól tették, megújítják a rendszert, örülünk neki, de most az a szituáció, hogy nem folyt le. Se az árokba, se a Budába. És akkor kerülhetjük. Én már kiépítettem magamnak egy kis átjárót, tehát tettem hozzá az önök munkájukhoz, örömmel tettem, mert előrébb jutottunk így is. Kérdés, hogy lesznek-e ezeken a szakaszokon, ahol ilyen budázott szakaszokon, meg lesznek-e én kis aknák kialakítva, ami összegyűjt a vizet és a vezeti volna. Aztán a következő kérdés, elnézést, mivel van egy összegyűjtöttem egy picit. Tessék? Jó, még egy kérdésem van. Kettő még elnézést. Az árok, az formailag, geometriailag úgy van kialakítva, hogy nekem tetszik egyébként, szép a szöve is, csak a későbbiekben nagy valószínűséggel, hogy helyi rendelet fogja azt szabályozni, hogy ennek a tisztítása ugye a tulajdonos előtti szakaszt a tulajdonos fogja terhelni. Gondolom, hogy ez így igaz. Vagy hát elég is így van, mert egy helyi rendelet erről gondoskodik. Ez nem is baj, helyén való ez, csak... Hát az egyik, amit a hölgy mond, valóban, hogy ott nagyon mély. Nálunk nincs olyan mély, nálam az aggályom más. Az én aggályom az, hogy a lapát szélessége jóval meghaladja az árok legalacsonyabb pontjának a szélességét. Tehát nincs olyan lapát, amúgy kikanalazzam majd. Erre a projekt intézkedett el, hogy azok a lakosok kapjanak el ilyen tisztítóeszközt. Vagy hogy lehet ezt beszélni, mert nem szabályos, a lapáttal nincs szinkronban. Tehát ez a későbbiekben merülhet föl, most még ha be van fejlődve a projekt, akkor is én úgy érzem, hogy én akkor is bizonyos gondot fogok hozni. Aztán van még egy kérdésem lenne az, hogy a kocsi bejár a közút része. Erre azért kérdezem, mert erre épül a következő gondolat is, hogyha megvan a válasz. Főellenőrülött kérdezni. Erre egy pici választ adjon már legyen szíves, jó? Hogy a kocsi bejáró... És a közterületen a bejáró, a létesítmény, amit most építenek, az aszfaltos út is közterületen van. Igen. Nem értem a kérdést. Közterületben tartozik a közút is közterület. Közútnak minősítik el a kocsi bejáró szakaszt. Közterületen belül. Próbálok válaszolni, jó? Én azt gondolom, hogy ezt olyan nagyon nem kellene feszegetni, mert akkor gyakorlatilag minden kapu bejárót terveztetni kellene a közúttal való csatlakozását jogszabály szerint. Tehát szerintem ezt ne feszegessük, hogy kinek van erre terve,
kinek van rá engedélye. Szerintem a kérdés arra irányul, hogy ki fogja helyreállítani. Nyilván ezt szeretett volna teljes egészében megkérdezni, csak egy hosszabb bevezetővel. Ezt ugye elmondtuk, és elmondtuk az előző fórumon is, hogy a kivitelező fogja helyreállítani a kocsibejárót a kapuig. Gondolom erre irányult a kérdés. Akkor ez így lesz. És akkor nem kérjük a közúthoz való csatlakozási tervek bemutatását tőled sem. Nem, másokkor, de nem polgáros. Figyelj. Picit el másokkor. Elhiszem, hogy idő kell, és ezt helyre fogják állítani. Eddig is én szerintem tisztességgel dolgoztak. Ez már az dolog, hogy vannak hiányosságok, nyilván, hogy az idő megoldja. Én inkább arra próbálok egy picit rámutatni, ami olyan probléma, amit nem biztos, hogy megold az idő, mert ezek a beton elemek, ezek szabványosak, hogy jól tudom, arra legyártva, hogy illeszkedjen a elvezető árok, illetve a áteleszhez, ennek a kettőnek a adapterét oldja meg egy betontám. Na most ez a betontám, ez nálam például úgy valósul meg, hogy egész magasra sikerült. Nyilván azért, mert az árok alja magasabban kell, hogy legyen. Ez műszakilag teljesen érthető, így van. Ezért ez a betontám kiemelkedik. Hát, csak az a baj, hogy amikor én kiszállok az autóból, kinyitom a kocsi ajtaját, másfél centi. Ha véletlen egy vendégem úgy jön be, hogy én nyitott ajtóval vagyok, akkor ez átterpeszkedik. Ez szerintem, nem tudom, át kéne nézni, vagy meg kéne nézni, hogy ezzel mit lehet kezdeni, vagy mit lehet csinálni, vagy lesz-e esetleg erre terv, hogy én szerintem ez egy botlókő. A botlókőnek meg megvan egy szabályos magassága, és arra már egy hölgy adott egy olyan választ erre, hogy a projektnek a befejezését követő 5 évig ez nem lehet hozzájönni. Tehát én abban nem láthatom vissza, sem magasságra, semmiféleképpen, mert ezt egy szabály előírja. Az a kérdés, hogy a projektnek a kivitelezői tudnak-e megoldást, vagy nem tudnak, hogy mi lesz ezzel. Én botlókőnek tekintem, és veszélyforrásnak. Tehát olyan veszélyforrásnak, ami nem függ össze azon az időben, hogy majd létrehozzák azt az állapot, ami volt. Értem a kérdést, köszönjük szépen, és egy kicsit tovább is tudjuk lépni. Jó, köszönöm. Nagyon köszönöm én is. Most annyira sok kérdést gyűjtött hirtelen össze, szerintem húzunk egy vonalat, és próbáljam meg ezekre válaszolni. Egy kérdésre én is tudok válaszolni. A kivitelezőt kérdezte, hogy ki a kivitelező. Számos helyen megjelent egyébként már ez, szórólapon, tájékoztató kiadványokon is. Weboldalon is elérhető a Szatlócki Solutions nevű Kft. Az, akinek Szatlócki Attila az ügyvezetője, ez tehát a kivitelező cég. És akkor most megkérem a kivitelezőt és a műszaki ellenőr urat, hogy a felmerült kérdésekre röviden válaszoljanak. Megpróbálom én, ami rám... Jó pár kérdés, ami, az első a fórum. Igen, ami rám vonatkozik, bár itt nagyjából már hallottuk. Én azt gondolom, hogy az előző fórumon is elmondtuk azt, hogy ki a kivitelező, be is mutattuk. Szerintem a Karcagi Hírmondó is megírta a legfontosabb adatokat. Valóban elérhető a honlapon. A honlap címet is elmondtuk, hogy hol lehet ezt megtalálni. Én úgy emlékszem, hogy Laci talán még ajándékot is nyert ezen a fórumon, tehát biztos, hogy itt volt, gondolom, hogy hallotta is, és akkor tudomásul vette azt, hogy ki a kivitelező. Nyilván sok emberrel beszélgette, hogy elmondta, gondolom, akkor elmondta azokat a tapasztalatokat is, amelyeket az első fórumon hallott. Nyilván ennek része volt az is, hogy ki a kivitelező. A Dudák az, hogy a kocsi, gondolom a kocsi bejáró Dudáiról beszélünk, hogy hova kell lefolyó. Én azt gondolom, hogy egy normál kapu bejáró dudájához nem kell lefolyó, mert két oldalt lefolyik a víz. Ha ennél szélesebb, akkor nyilván szükséges, de akkor viszont nem dudákról beszélünk, hanem fedett árokról. Azt gondolom, hogy ezt majd itt a kivitelező és a tervező, hát, mert milyen széles a kocsi bejáró? 6 méteres? Tehát, és
durván 11 méter. Ha Dudáról beszélünk, akkor az egy autó bejáró. Egy autó bejáró, nem tudom, 3 méteres? 4 méter. Körülbelül 10 méteres szakaszt említek én, mert ténylegesen úgy jött ki, ugye, hogy kocsi bejáró, gyalog bejáró, és ez egyben lett ugyanazva. Mert különben... Jó, nyilván ez egy speciális eset, szerintem meg fogja nézni a kivitelező és a műszaki ellenőr is. Az árok szélessége nem lapát méret, most én erre nem igazán tudok mit mondani, nyilván fölvehetjük a kapcsolatot a lapátgyártókkal és kérhetjük, hogy egyeztessenek az árokgyártó kivitelezőkkel, nyilván előbb-utóbb kompatibilis lesz gondolom, mert hogy az ország minden táján ezt a lejjert betonelemet teszik be gyakorlatilag az árkokba. Gondolom előbb-utóbb a lapátgyártók is hozzá fognak idomulni és fognak ilyen lapátot gyártani. Most nyilván gondolkozhatunk abban, hogy minden háztartásnak adunk egy megfelelő méretű lapátot, bár én emlékszem, hogy nagyapám annak idején a Szenes KH-hoz gondolom, hogy legyártotta saját magának ezt a egyszeri alkalommal, és akkor tudta takarítani, vagy tudta tisztítani a KH-t. Lehet, hogy az árakhoz is ez kell, lehet, hogy fogunk gyártani. Ez nem gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy a lapát belefér az árokba. Az nyilván nagyobb probléma, hogy a rézsűje hogyan lesz kialakítva, de ahogy eddig is odafigyelt a kivitelező arra, hogy megfelelő rézsűt alakítson ki, hogy ezt később lehessen nyírni, lehessen különböző növényekkel beültetni, és ezt lehessen gondozni, azt gondolom, hogy a jövőben is oda fog erre figyelni, és meg fogja tenni azt, hogy ezt a fűnyírót el lehessen tolni. Az, hogy bizonyos helyeken, és nyilván, ahogy haladunk a Györfi utcától egészen az Ady Endre útig, hiszen egy ekkora területről beszélünk, a két terület között 5 méter a szintkülönbség, még Karcagon is, ahol egyébként arról beszélünk, hogy síkság, tehát a Györfi utca és a Sistak között 5 méter a szintkülönbség. Ugye itt kell eljuttatni azt a csapadékvizet, ami leesik erre a területre. Nyilván nem folyamatosan lejt ez a terület, hanem különböző domborzati viszonyok vannak, tehát előfordulhat, hogy a víz levezetése érdekében valahol egy kicsit mélyebb árkot kell és kellett kiviteleznie a kivitelezőnek, mint amit eddig megszoktak. De ez abból adódik, hogy emiatt állt meg a víz. Nem tudott átfolyni a dombon, tehát mélyebbre kell tenni egy picit az árkot, úgy, ahogy azt a tervezők megtervezték. Ez lehet, hogy most jelenleg kellemetlenséget okoz, de én bízom abban, hogy itt is meg lehet találni azt a rézsű szöget, ami a későbbiekben nem okoz majd problémát. Én gondolom, hogy ahogy eddig is mindenki takarította a saját portája előtt a közterületet is, az árkot is, úgy nyilván ezután is oda fog erre figyelni, hiszen valahol közös érdekünk az, hogy minden árok tiszta legyen, és ez a csapadékvíz folyamatosan elfolyjon. Mert érdeke annak is, aki a Györfi István utcán lakik, meg nyilván érdeke annak is, aki mondjuk a Kacsó vagy a Ketel utcán lakik. A kocsibejárónak a beton mérete, ez valóban egy gyárilag elkészített beton elem, amit oda kell tenni. Ugye abból, amit az előbb mondtam, nyilván megerősítenek benne itt a szakemberek, és ahogy Laci is elmondta, hogy attól függ, hogy milyen mély az árok, olyan mélyre kell sűjeszteni, vagy egy kicsit följebb tenni. Tehát van, ahol egészen lent van, ahol egy picit följebb. Nyilván erre az a megoldás lesz, hogy egyedileg meg fogjuk vizsgálni azt, amikor vége a pályázatnak, hogy mely elemek azok, és kit zavarnak esetleg ezek az elemek, mert az is előfordulhat, hogy van, akit nem zavar, hanem tökéletes lesz mondjuk egy muskátű láda föltevésére és mondjuk a közterület díszítésére, de akit valóban zavar és gátol a mozgásában, annak én azt gondolom, hogy le tudjuk vágni ezt a betonelemet olyan méretre, hogy mondjuk ne zavarja az ő közlekedését. Nyilván nem tudja minden egyes alkalommal megnézni azt a kivitelező, hogy ott esetleg milyen autóval közlekednek, van-e mozgássérült esetleg a családban, akinek másképp nyílik az ajtaja, másképp kell hazaszállítani, más jellegű autóval tud közlekedni. Én azt gondolom, hogy ezek azok a problémák, amelyeket és amelyről beszéltünk az előző fórumon is, amelyeket a pályázat befejezése után tudunk kezelni.
be kell fejeznünk a pályázatot, a műszaki ellenőr akkor fogja leigazolni a kivitelezőnek, ha ez az elkészített és elfogadott tervek alapján valósul meg. Ezt fogja leellenőrizni, amikor majd kijön az a szakbizottság, aki átveszi tőlünk és leellenőrzi a pályázat minden egyes megvalósulási pontját, a pénzügyi elszámolástól egészen a műszaki elszámolásig. Amikor ez megtörténik, akkor fogjuk tudni kezelni majd azokat a problémákat, amelyekről itt a kérdés is szólt, akkor tudjuk megvizsgálni azt, hogy hol kell még esetleg egy kis további földet vinni mondjuk a rézsűhöz, hol kell kivenni még egy fát, vagy hol kell fásítani, vagy hol kell mondjuk levágni ennek a betonelemnek a magasságából, hogy minden lakó tudja használni. Én kérnék egy pici türelmet, és azt kérem, hogy nyilván ezek ilyen egyedi kérések, ezeket lehet jelezni irányomba is, a hivatal irányába is, akár a műszaki ellenőrnek. A kivitelezőt azért nem mondom most ebben a pillanatban, mert neki az a feladata, hogy az előre elkészített, aláírt szerződésének, a terveknek megfelelően készüljön el. De partner abban, és nyilván nem fog bennünket itt hagyni a végén sem, tehát hogyha elszámoltunk egymással is, meg nyilván a pályázati feltételeknek megfelelően az állami szervekkel is, akkor a kivitelező el fogja végezni ezt a fennmaradó feladatot, vagy feladatokat. És akkor szerintem most a műszaki része, én próbáltam megválaszolni mind a négyet. Összetett kérdés, és próbálok mindenkinek megnyugtató választ, meg gondolom lesz még ilyen kérdés. Az előző években ugye magának az ároknak a karbantartása és rendbentartása, a csapadékvíz elvezetés üzemeltetése önkormányzati feladat, amelyet az egyik önkormányzati intézményünk, a Városgondnokság kezel. Maga az árokrendszert is neki kell kiépíteni, tisztán tartani és üzemeltetni. Azokon a területeken, ahol megvolt az árok, nyilván egyszerű a dolga a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek is, hiszen ott cseréli a földmedret gyakorlatilag ahhoz szükséges betonra, ahol nem tesz betont, ott pedig kialakítja magát a földmedret. Van olyan utca, ahol be kell avatkozni, ahhoz, hogy a csapadékvíz elfolyjon, van olyan utca, ahol nem kell beavatkozni, mert a becsatlakozás az elkészített árokhoz lehetővé teszi majd azt, hogy onnan hamarabb elmenjen ez a víz. Nagyon sokan gondolták azt az elmúlt időszakban, hogy azt az árkot, amely az ingatlan előtt van, azt befedik.
Ahhoz, hogy ezt be lehessen fedni, ehhez szükséges az engedélye egyrészt az önkormányzatnak, másrészt pedig annak a kezelő szervezetnek, aki ennek az ároknak és a csapadékvíz elvezetésnek a módjáról gondoskodik. Tehát ha ő azt mondta, hogy itt le lehet fedni az árkot, de kell hozzá ilyen duda, ilyen szög, ilyen lejtés, és ezt le is ellenőrizték, ott nagy valószínűséggel az önkormányzati engedély is megtörtént. Ahol nincs ilyen engedély, ott azt gyaníthatjuk nyilván önkormányzat és műszaki ellenőr és tervező is, azt gyaníthatjuk, hogy úgy került lefedésre, és úgy került ez a duda be a földbe, hogy nincs bemérve, nem megfelelő a lejtése, lehet, hogy nincs is bent teljes hosszában, ilyennel is találkoztunk egyébként, hogy az egyik végén volt egy beton duda, meg a másik végén is, csak közben nem volt összekötve. Látszatra úgy nézett ki, mintha lenne, valójában nem is volt. Ugye ezeket a tervező annak idején úgy tervezte, hogy itt meg kell csinálni a nyílt árok. Amikor megvan a nyílt árok, akkor megvan a megfelelő lejtés, és majd a későbbiekben ezt be lehet fedni. Azoknak, akiknek megvan az engedélye, ott természetesen az volt a döntés kivitelezővel és önkormányzaton belül is, hogy akinek megvan erre az engedélye, és ezt nyilván itt a Városházán nyilván tudjuk tartani, hiszen aktákba ezt fel lehet lelni, azoknak a kivitelező visszaállítja a zárt, fedett árkot. Akinek nincs, ott meg kell várnunk a pályázat végét, el kell készítenünk a terveknek megfelelő árkot, és amikor majd végeztünk, úgy, ahogy az előbb is elmondtam Barta úr kérdésére, akkor a későbbiekben megvizsgálhatjuk azt, hogy lefedésre kerüljön ez az árok. Az ön esete egy speciális eset, hiszen valószínű az előző lakó lefette, amiről nyilván... Nem, sík volt a terep. Akkor sík volt a terep. Teljesen sík volt a terep, amikor tehát én azt gondolom, hogy ez egy speciális terület, meg fogjuk nézni, és akkor megnézzük azt, hogy mit tudunk ezzel keresni. Kivitelező egyébként a munkálatok megkezdése előtt az összes területet, összes ingatlant lefotózta, tehát megvannak azok az állapotok, amelyekkel kezdtük. Ugye azt ígértük, hogy az eredeti állapot lesz visszaállítva. Ezek a fotók, nyilván akkor ez az ön ingatlanja valószínű. Persze. Ezt meg fogjuk nézni, de mindenki másnak mondom, igen, hogy elkészültek ezek a fotók, vissza lehet keresni, meg fogjuk tudni, meg fogjuk tudni nézni azt, hogy mi volt az eredeti, hova állítottuk vissza. Pontosan azokra a jogorvoslatokra, amit Barta úr is mondott, tökéletesen jó lesz. Ha valakinek problémája lesz, megnézzük, milyen volt, kimegyünk, megnézzük, mit állított helyre a kivitelező, és akkor össze lehet vetni egymással azt, hogy elkészült-e vagy sem. Jó, ezt megvizsgáljuk külön. Ezzel kapcsolatban lenne egy hozzáfűzővel. László úrnak a egyik kérdése volt ez a milyen hosszú szakasz és milyen hosszú lehet duda. Ugye ha végignézünk egy várost, általában azt lehet látni, hogy 25-30 méterenként vannak aknák, azon a víznelős aknak tisztítóakra várni. Tehát általában egy voma mosógépen, amit ugye ezek a cégek használnak, akik tisztítani szokták ezeket a rendszereket. Nagyjából ilyen 30-35 méter hosszú cső van a dobon. Tehát nem azért van 25-30 méterenként, mert valaki így kitalálta, hanem azért, mert a dobon, akkor a dobot nem tud magával vinni egy gép, amivel ki tudná takarítani, és így két irányba tudja tisztítani a hálózatot. Onnantól kezdve, hogy ha nézzünk egy általános ingatlan helyzetet, ami nagyjából egy 20-25 méter széles, 20-22 méter széles ingatlan nézzünk, ami általában így van egy településen, és van egy 4 méteres kapu bejáró, akkor az azt jelenti, hogy 16-18 méternyi nyílt árokszakasznak illene lennie a, ahogy ön említi, a Dudán között, tehát a kapu bejárók között kellene lennie egy 16-18 méter, ami elégséges arra, hogy a csapadékvíz a közútról vele tudjon folyni. És onnantól kezdve, hogyha elindulunk abba az irányba, hogy lefedegetik az árkokat, azzal az a problémájával esünk bele, ami mondjuk itt a belvárosi környezetben lehet látni, hogy ugye
zárt csapadékvíz hálózatot jól üzemeltetni, kiemelt szegéllyel és vízerősorral lehet. És ugye olyankor az aszfalt vagy le az út, és akkor az megoldja, vagy ugye be van üvegtetve az aszfalt. Onnantól kezdve, hogyha ilyen 15-20 méter hosszon önök bárki lefedi az árkot, akkor arról gondoskodni kell, hogy arról a területről, a csőbe, akár víznyelőn, súrantón, bármi a csapadékvíz oda tudjon jutni. Hisz nem várjuk a víztől azt, hogyha itt ide leesik, és a patka nincs úgy elrendezve, vagy nincs víznyelő építve, hogy belefolyjon a hálózatba. Tehát azért mondom, hogy értem a kérdést, de nem igazán erre vonatkozott. Én azért próbáltam meg ezt így körülni. Tudom, de értem csak, amikor engedélyt kap egy árak lefedésére, akkor azt úgy kell, hogy elkészítsük, hogy az a csapadékvíz le tudjon folyni. Kérdezem én, ha nincsen kiemelt szegély vagy kárszegély egy út mellett, akkor hogy várjuk el, hogy a csapadékvíz belefolyjon abba a zárt rendszerbe, amit oda építettünk? És alakították, csak ami eddig volt nekünk megoldásban lefolyó, ott most nincs, hát jó, ha így kellett csinálni, így kell csinálni, csak akkor onnan, abból a szakaszból a vizet valahogy el kéne vezetni, mert ugye én arra nem vagyok hivatott, de én megcsinálnom kell, csak nem vagyok hivatott arra, hogy én vezessem el. Jól látom, gondolom. Igen. Jó, igen, a Hajó utcában. Na hát pont ott azon vitatkoztunk az úrral, akinek is sövénye van, aki a Delpjáróval jár, hogy még a bokor köré nem akarunk még két méteres nyíltárkosat lenni, még az esélyt sem adjuk meg annak, hogy a csapadékvizet tudjunk folyni. Tehát, hogy ott azon a 80 méteren végig zárt legyen, hát ez teljesen elhatatlan. Hát azért lehet úgy, hogy is úgy megcsinálva, hogy megvan megnyitva bizonyos szakaszok. Ott meg, ahol közel van a kapuvájára egymáshoz, meg a kis ajtót, nyilván nem fogunk kinyitni egy 50 centis szakaszt az árban. Nagyon jól csinálták, és épp ezért ez a rendelátott szakasz hosszúság megből, és hogy megnyílt ez a szakasz, egyébként tényleg én is hívánk, jól csinálták, csak hogy megnyílt ez a rendelátott szakasz, olyan furcsán jött ki, hogy majdnem nem tudtunk kimenni most az esőből, mert se a gyalog, se a gyalog átkelő, se a kocsi átkelőnél nem volt a nyelme, mert a közúton állt a nagy víz. Tehát nincs egy jó, olyan... Értem, hogy tudjuk, hogy érted a problémát, ráfogunk még egyszer nézni erre. Minden összejön, megnéz. Az önök gondolatával összejön, hogy csak valahogy a csapadék nem jött össze. Szerintem meg fogják nézni a műszaki ellenőrző kivitelező, valamit ki lehet ott találni, én azt gondolom. Egyébként a városnak nagyon nagy részén, nem csak ezen a területen, hanem szinte minden utcában, ha valaki belenéz az utca végén, akkor azt látja, hogy a Köves út a legalacsonyabb része a két árok közti rézsűnek, tehát ott lehet, hogy majd egy útpatkázás nem ártana mindenhol, hiszen a víz mindenfele tud folyni, csak éppen az árokban nem. Tehát meg kell oldani azt, hogy a Köves út szélétől egy kicsit lenyesni az árok széleket, hogy a csapadékvíz be tudjon folyni, és akkor mindjárt nem a Köves úton fog megállni. Tehát ez még egy következő lépés lesz majd, nem csak ezen a területen, hanem a város más területein is. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Jó, köszönöm. Vétér utca és a Szeker utca sarka. 18-10 évvel csinálta a városgazdaságot egy ilyen vízelvezetést. A Vétér utca felül egy ilyen kis folyóka, ami belevezetett egy kis árok. A Szeker utca felül ilyen kis aknát, amivel belefolyik a tetőről a víz, és ebbe a kis árokba találkoztak ezek a vizek. Most ezt az árkot félig meddig betemették, és nem töltötték ezt a Vétér utca és Szekfő utca felől vezető vizet, nem töltötték be az újba. És gyakorlatilag, ha esik az eső, akkor áramlik a járdán, áramlik az áramba, egy nagyon kellemetlen helyre. És eddig ez remekül működött, nem állt a víz sehol. Más
Tetszik kapni a választ. Igen, mert nézem közben ugye a felvételeken, hogy pontosan melyik helyszínről beszélünk. Ugye ott volt is igen egy meglévő kis víznyelő rész, bocsánat, vízelvezető rész, ami ugye bevezette valahová a vizet. Ugye az a sor ott végig föl lett bontva most. Oda, azon a szakaszon több helyre még víznyelők épülni fognak. Ugye most a fő mosató aknák kerültek le, a kisebb víznyelők még ezek után fognak rákerülni. Csak az volt a lényeg, hogy a gerincet magát tudjuk hozni, és utána a helyreállítás során kerülnek be ezek, mert ugye ott még azért helyreállítási munka van bőven. És a helyreállítás során kerülnek be ezek a víznyelő részek. Igen. Igen. Jó, ezt nagyon fontos még elmondom, pont tekintetben, hogy a kivitelező a szoros hatályidőről tekintette azért azonban, hogy a nehéz elemeket, meg a nagyobb gerinceket tudja megépíteni, hogy kapunk egy ilyen csapadékot, mint amit most is, akkor el tudjuk vezetni a házaktól. Tehát azokat a dolgokat, amiket most én említett, köszönjük, hogy szólt, de egyébként nem lett elfelejtve, ezeket meg fogják építeni. Tehát vissza fognak menni, és azokat a helyreállításokat, meg azokat a finomságokat, amik működőképessé is teszik a rendszert, azokat el fogják végezni. Köszöntöm Önöket! A György István utcában Talmácsi Istvánné vagyok, és nálunk kezdték majd csak azt lehet mondani, hogy a György István utcának az építését, és annyira mélyre tették, de biztos, hogy kellett én azzal egyetértek. Csak én is a Lacihoz csatlakozom, hogy akkor az szinte csak egy kis vájú, hogy hogy nem csináltak, egy kicsit szélesebb, tettek egy kicsit szélesebb betont le oda, mert tényleg nem is az, hogy még alapát nem tudok benne normálisan megállni. Én sajnos már ugye idős vagyok, tehát és a gerincemben is probléma van, én eddig mászva, tehát térdem elve, de szépen összeszedtem a falevelet, meg tisztítottam, de most egyszerűen majd csatok már, mert a szomszédom csinálott egy kis lépcsőt, hogy lemelkese nagyon túl az ember, annyira meleg és annyira mélyen van. Én többfele jártam a férjem hordozásáról, és ott azért minden van még, hogy betonlapokat tettek oldalt. Tehát nem csak ez a kis pici kis vájú, hogy és ugye majd a füvet, hogy tudom én azt majd lenyírni, mint ahogy itt a jó előbb láttam a felvételt, nálam is mi vannak a fagyökel, vagy voltak a fagyökelek, hogy kint próbáltam én húzni ki, de ahogy húztam kifele, jött a föld, és hát mondom, az meg belemegy akkor az állóba. Tehát, hogy azt hogy fogjuk tudni, a szomszéd kisfiú szokta nyírni a füvet, a fűhasznát, tehát félgem, hogy azt, hogyha vatosa a fagyba, azokat a fagyökeleket, Nem tudom. Tehát nekem ez a problémám, hogy egyszerűen nem fogom tudni. Fogjuk tudni kitakarítani, és ugye olvasom, hogy a mi kötelességünk az, hogy tisztán tartsuk. És tényleg én eddig mindig megcsináltam, de most egyszerűen olyan meredek, annyira mély és annyira kicsi, hogy még megállni se lehet normálisan az árukba. Köszönjük szépen az észrevételt. Én először is köszönöm szépen, hogy tetszett és tetszik folyamatosan takarítani, bár mindenki így tenne, hogy ahogy ön is tesz, és akkor szerintem teljesen rendben lenne a városnak nagyon sok része, úgyhogy ezt én köszönöm szépen. Nyilvánvaló azt szerette volna a tervező is, hogy megoldódjon a csapadékvíz elvezetés. Azt, hogy milyen mélyre kell letenni az elemet, ezt nyilván a geometriája adja meg, vagy én nem is tudom, minek hívjam ezt, a hidrológiája, hogy kell elvezetni a vizet, és milyen mélyre kell tenni, hogy bizonyos sebességgel folyjon el, mert nyilván itt szakemberek, most már én is kezdek lassan beletanulni, az sem mindegy, hogy milyen sebességgel megy el a víz. Nem mehet túl gyorsan sem, mert akkor meg felgyülemlik bizonyos helyeken. Tehát olyan sebességgel, olyan mélyre kellett és olyan szélességbe ezeket az elemeket, hogy az az üteme legyen meg a csapadékvíz elfolyásnak, ami lehetővé teszi azt, hogy mindenhonnan lehetőleg egyszerre kerüljön elvezetésre a víz. Remélem jól fogalmaztam szakmailag. Nyilván a rézsűvel lehet kezdeni sok mindent. Én azt gondolom, hogy ezt meghatározza a kövesút és a járda közti távolság, hiszen a betonelemet le kell tenni a megfelelő mélységbe,
és utána lehet összekötni ugye ezt az elemet. Legtöbb helyen az volt a meglátás, hogy zöld felületet próbáljunk hagyni. Én gondolom azt, hogy be fog füvesedni, és akkor nem lesz egy olyan rossz látvány. És nyilván a fűnyírás az persze azt szeretnénk, meg az a rendelet, hogy mindenki próbálja megtartani, de azt gondolom, hogy az önkormányzata, hogy eddig is biztosított lehetőséget arra, hogy aki nehezen tudja a közterületen a fűnyírást megoldani, azt a képviselőkön, a körzetképviselőkön keresztül lehetett jelezni, és megoldottuk mindenhol a fűnyírást. Én ezt önnek is felajánlom, és nyilván, ahogy eddig is felajánlottuk a város lakosságának, ezt a képviselők ezután is meg fogják tenni, fognak segíteni abban, hogy tisztán lehessen tartani a közterületet, és egy szép zöld felület alakuljon ki. És köszönöm szépen még egyszer, hogy tisztán tetszik tartani. És nekem részletre nincs lehetőség ezeknek a kicsikért, hogy ezeket a kicsik is betonokat lehetni? Hát az a baj, akkor mindenhova, ahogy elmondta az előbb a műszaki ellen, és akkor mindenhova összefolyót kell tenni, az még nehezebb, és azt gondolom, hogy még bonyolultabb, mint megoldani ezzel a megoldással. Nyilván nem véletlen tervezték be ezt a tervezőt. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok! Nagy Ferenci vagyok, a Pacsi utca 39 számú. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Pacsi utca páratlan oldalát fogják vízelvezető árokat megcsinálni. Mert ott aztán borzalmas, amilyen víz áll. Amikor a másik oldalt csinálták, mondjuk a páros oldalát, most nem akarok bántani senkit, lehet, hogy ez volt a megoldás, a vizet átszivattyúzták a páratlan oldalra. Ott ki van ásva az árok, de több mint méteres víz át az árkóba lépik a Kacsó utca elejétől a Kacsó utca 40 számig. Most az az igazság, hogy ott nem tudom, hogy a lakók hogy takarítják, tele van szeméttel, gazdal, mindennel, hogy azt nem lehet-e úgy megcsinálni, vagy megkérni a lakókat, hogy tisztán tartsák, hogy lefolyjon a víz, mert sokszor nyár olyan büdös, nem tudom, hogy ez hozzánk tartozik-e, hogy ott megáll a víz, meg a sok szemét benne van. A járdákon nem lehet babakocsival, gyerekkel közlekedni, mert a kocsi beállóknál, vagy pedig a járdák olyan úgy van megcsinálva, hogy méterekbe, méter hosszan, 10 centisen áll a víz. Hogy azt nem lehetne úgy megoldani, hogy ott a lakók több helyen lefolyna onnan az áruk a víz. Hogy esetleg ezt az páratlan oldalt nem lehetne megoldani, mert elég rossz a járda minősége. Köszönöm szépen. A páratlan oldal? Igen, a páratlan. Most nézzük a terveket, de úgy látjuk, hogy a Kacsó utca páratlan oldala nem érintett ebben a pályázatban. Tehát nyilvánvalóan ezt egy későbbi megbeszélésen vagy helyreállításnál kell majd, vagy kezelésnél kell majd figyelembe venni, de én felírtam, úgyhogy meg fogjuk nézni jó ezt a problémát. Ahogy itt nézzük a képeket, ott valószínű egy szikasztó áraknak kellene, vagy kell lennie. Lehet, hogy ezen lehet egy picit mélyíteni, és akkor több vizet tud magába foglalni, vagy gyakorlatilag szikasztani. Megnézzük. Jó? Kacsó utca páratlan. Szeretnék kérdezni, hogy az én kocsi bejáró nagyon csúnyán megsüllyedt, és szeretném, hogyha azt megnéznék és feltöltenék, illetve amit Laci is mondott, hogy ugye nem folyik a víz bele ebbe az áróba, de ez szerintem nem ennek a problémája, hanem magának a kövesöknek a problémája. Mert mi annól annak idején megszenvedtük a vasút felújítását,
felújítás, végig előttünk hordták ezt a rengeteg törmeléket a város szélére, illetve hogy jár a kukás autó nap mint nap tömegével, illetve hozza a szemetet a környező településekről ki a szeméttelepre, hogy nem lehetne azt a Harmán utcai szakaszt, igaz, hogy ez nem ide kapcsolódik konkrétan, felújítani, meg úgy megcsinálni, hogy ne legyenek ilyen nagy hepepupák a Köves úton, és abban folyamatosan állva néz. Még most is pedig már napok óta nem esik az eső. Úgyhogy én szeretnék valamilyen törmeléket a bejárókra, hogy ugye ott feltöltsék, illetve szerintem esztétikailag nagyon csúnya ez a valami, mert mifelünk olyan kicsi, nem mély árok került, és akkor ilyen magasan kiállnak azok a betonoszlopok. Illetve a Kacsó utcán is érdekel vagyok olyan szinten, hogy akkor tényleg nagyon mély az ár, tudjuk, hogy nagyon lapos rész, meg nagyon mélyen kell csinálni, de oda későbbiek során se párt nem lehet ültetni, se semmit, mert hát ezekből a beton elemektől a fáknak a gyökerei hova fognak jönni. Tehát az a rész teljes mértékben megvan lőve fakültetéssel kapcsolatosan, szerintem. Több rétegű volt a kérdés, megpróbálok egy részére. A betonra válaszoltunk, hogy azt megpróbáljuk majd levágni, hogyha vége van. A bejáró az, és én szeretném megköszönni a kivitelezőnek mindenki előtt, hiszen azt gondolom, hogy aki a saját portálja előtt találkozott vele, és nagyon sűrűn lehetett találkozni, és jelezte azt a problémát, hogy megsüllyedt, és kő kell, vagy követ szeretne, mert megsüllyedt, azt azonnal teljesítette. Én több telefont kaptam az elmúlt napokban, hetekben, hogy megsüllyedt a kocsibejáró, próbáljak intézkedni. Ahányszor fölhívtam a kivitelezőt, gyakorlatilag fél órán belül odavitték a követ. Kaptam visszajelzéseket is, akitől kaptam, annak megköszönöm, hogy visszajelezte, és megköszönte azt, hogy intézkedtünk, megköszönte a kivitelezőnek is az intézkedést. Nyilván azokkal a jelzésekkel nem tudunk mit kezdeni, aki a Facebookon név meg utca nélkül fölírja, hogy követ szeretnék a kocsi bejáromra, azt nem fogjuk tudni, hogy melyik, ki az, hol lakik. Aki jelezte a hivatalba, vagy nekem, vagy a kollégáknak, vagy mondom a kivitelezőnek, az azonnal intézkedésre került. Szerintem oda is fog tudni vinni rögtön, mert nyilván nem tudjuk kiszámolni azt, hogy ebben az időjárásban hova mennyi csapadék esik, hogy süllyed meg, mennyit járnak ki be autóval, milyen mélyre kerül le ez a bejáró. Egyébként olyan szempontból lehet, hogy jobb is, hiszen amikor majd betonozni kell, akkor nem kell kétszer-háromszor visszamenni, mert megsüllyedt a beton, verjük föl, kezdjük újra, hanem beáll ez a föld, ez a köves réteg, és könnyebb lesz utána betonozni és aszfaltozni rá, tehát meg fogja tenni. A Köves út, azt ugye tudjuk, elmondtam sokszor, sok fórumon, hogy az elmúlt 5 évben megduplázódott karcaggépjármű forgalma, tehát nagyon sok út felújításra szorul, tudjuk, látjuk. Azt is látjuk, hogy az urbanizációval sajnálatos módon megnőtt a szemét mennyisége is, tehát a hulladék telepre sokkal több kukásautónak kell jönni-menni, és egyszerre, mivel nem tud annyit fordulni, ezért eljutottunk odáig, hogy már olyan méretűek ezek a kukásautók, hogy gyakorlatilag a félvárosnak a hulladéka belefér egyszerre, nyilván ez súlyt is jelent, tehát egyfajta súlykorlátozással is kell élni. Látjuk azt is, hogy a környező fejlesztések miatt egyre több nehéz gépjármű jön át a város különböző útjain. Nyilván itt is azt kell figyelembe venni, hogy hol engedjük ezt a forgalmat. Ha elengedjük, és most egy más kitekintés miatt kénytelen vagyok ezt is elmondani, vagy nem kénytelen, de elmondom, ugye el kell döntenünk azt, hogy a Deák körúton engedjük a forgalmat, hogyha bejön a városba a teherautó, vagy inkább menjen a közúton, viszont akkor a gyerekeinket veszélyeztetjük, hiszen a gimnázium, az általános iskola, az óvoda,
és sorolhatnám, hogy hány közintézmény közé engedjük be ezeket a nagy kocsikat. Tehát nagyon sok kompromisszumot kell kötni ahhoz, hogy a forgalom is maradjon, biztonság is legyen, és a kövesút hálózatunk is valamilyen szinten tudjon fejlődni. Nyilván abból a pénzből tudunk gazdálkodni, ami rendelkezésére áll az önkormányzatnak. Folyamatosan nézzük azokat a lehetőségeket, hogy hol tudunk utat javítani. Nyilván a legrosszabbakkal kell kezdenünk. Én bízom abban, hogy eljutunk odáig is, hogy a szeméttelepre vezető utat helyre lehet tenni. Nyilván annak is akkor van értelme, amikor a várost elkerülő út megépül, és mondjuk ezek a kukás autók nem a Hajnal utcán, vagy a Kacsa utcán, vagy a Szent László utcán fognak majd közlekedni, hanem a város jócskán elkerülik, és hátulról fogják megközelíteni a szeméttelepet. Egy pici türelmet kérek, nyilván ahogy a háztartásokban van, amennyi pénzünk van, azt kell ráfordítanunk, és ez a városi költségvetéssel is így van. Haladunk, próbáljuk. Ugye most is rengeteg helyen van útfelújítás, rengeteg helyen van aszfaltozás. Próbálunk odaérni mindenhol. De a kő az ott lesz. Most már csak a szomszéd barátja megbízásából kérdeznék, és az elnök úr Attila úr is kicsit utalt arra, hogy beszélt vele, mégpedig ott valami zöldövezeti növényzetnek a problémájáról. Kérdése, az egy szomszédunk kérdése, és erre irányul, hogy a zöldövezeti megoldások, ami eddig volt, nem tudom, ilyen sövényfél voltok meg egyebek, hogy azt mire számítson, hogy helyreállítják-e vagy nem. Tehát ennyi. Azért, én majd tolmácsolom. Jó, elnézést összevállalom, de azért az engem most megengedem annak polgármester úr, hogy mélységesen felháborít egy olyan probléma, amit kint Attilával, velem és a Zsolt kollégájával személyesen beszélt meg az úr. Ott megbeszéljük azt, hogy hogy lesz helyreállítva, hol lesz nyíltáró, hol kell megmondani a sövényt, hol kell ezt neki majd jövőre újraültetnie. Nem értem, hogy miért kell önön keresztül egy újabb csatornát nyitni olyan problémára, amit kint a helyszínen már egyszer megbeszéltünk, és én nem sokat belőtt tudok beszélni. Szépen tanácsolni fogom neki, hogy hivatkozzon arra, hogy meg beszéljük. Köszönöm szépen, de ennek nekem eleget kellett tenni. Arra, hogy nem tudtam megjelni. Nem, csak. Jó, köszönöm, vissza. Üdvözlök mindenkit, Áldalán Péter vagyok a Temető utcáról. Nekem egy jelzés, amit a két műszaki jelenlegű kérdésem van. A jelzés, ez a legkisebb súlyú talán, arra vonatkozik, hogy a Szent István sugárút és az Áldalán utcán Szent István úr, Sugár úton három átvágás van az úton, az Áru utcán kettő, ebből egyetlen van ki táblázva, és gyakorlatilag ez úgy szalad ebbe az átvágásba az ember, ami ugye most még vagy süllyed, vagy mehítettek rajta, és én mentem a terepjáról és a városba, az volt viszonylag könnyű dolgom volt, de személyautóval sokkal nehezebb volt. Gondolom, ezt fogják orvosolni a következő időszakban. A műszaki jellegű kérdésem az hát részben az árak lefedésére vonatkozott volna, nekem egyébként engedéllyel volt a négy számot lefedve az árakon. Ennek a lehetőségeiről szerettem volna érdeklődni, tehát részben erre választ kaptam. Illetve ezzel kapcsolatban lenne még egy olyan kérdésem, hogy a fák nem fognak a jövőben kárt tenni, akár a meder elemekben. Ugye vannak ott régi fáink, vannak, amit azóta ültettünk, még viszonylag kicsit, de nyilván nagyobbak lesznek, hogyha ez problémát okoz, akkor talán ezeket a fákat jó volna megszüntetni még most, vagy kivágni őket. Illetve egy olyan, talán ez a legkomplikáltabb dolog, egy olyan jellegű kérdésem volna szintén műszaki tekintetben, hogy van-e, illetve lesz-e lehetőség a jövőben az udvarból kivezetni csapadékvizet gyakorlatilag ebbe a mederbe. Ugye nálunk egyébként ez megoldódva technikailag, még a előző tulaj vezetett ki gyakorlatilag egy olyan csatornát, ami az udvaron főleg nagy esőkor összegyűlő vizet kivezette a mederbe. És
volt képen ezt én szeretném használni a jövőben, hogy tényleg nagy esőkor van, hogy áll a víz a udvaron, és ennek a utcára juttatása, illetve a medélyre juttatása elvonatkozik a kérdésem. Köszönöm. Jó, azt szerintem az utolsóra nem válaszoltunk, csak közben ugye a bólogatásokkal a többire meg volt a válasz. Igen. A ingatlan csapadék vizelvezetése az olyan szempontból fontos, és most itt ezt mondják a többi lakosnak is, hogy most nincs itt, hogy minden ingatlan csapadék vizelvezetése egy saját hamának kell megoldania. Tehát ez egy ilyen szabály, ez nem karcak specifikáció, hanem Magyarország specifikáció, tehát ez egy ilyen dolog, amit egyébként a csapadék vízüzemeltetője megenged, az az, hogy a épületeknek a közút felüli oldalán lévő csapadékvízelvezető rendszernek a bevezetését azt a üzemeltető engedélyével meg lehet tenni. Tehát ez azt jelenti, hogy az épületre leulló csapadékvíznek az elvezetése. Ez nem azt jelenti, hogy összeszedjük az egész épületet mindenhol, meg a burkolaton a csapadékvizet is azt kiadjuk. Ez egy olyan mértékű csapadék mennyiség, csak gondoljanak bele, hogyha minden teáknak csak 200 négyzetméter tetőfelület van, tegyük föl. Az egy utcában, 50 háznál, az mekkora mennyiségű csapadékvíz, amire egy ilyen rendszer nincsen méretezve. Tehát általánosan kicsit nem akarok nagyon mély szakmaiba belemenni, de a lényeg az, hogy minden egyes ingatlannak van egy sáv, amit a csapadékvíz szervezető hálózat tervezésekor a tervező figyelembe vesz. Tehát ez egy nagyjából 4-5 méteres sáv, és akkor azzal lefedi azt a területet, ami az adott esetben lehet a tető, vagy adott esetben egy útfelé lejtő ingatlannak a kifolyó csapadékvíz, ami nem azt jelenti, hogy a burkolattól folyik ki, hanem úgy, mint egy felszínen kifolyó csapadékvízről beszélünk. De az, hogy egy ingatlannak a komplet csapadékvízelvezetése meg legyen oldva, az ipartelepeken, ipari területeknek a dolgait tudja kezelni, de lakosságot nem. Még egy részt szeretnék annyit válaszolni mindenképpen, hogy a mai napon ugye a Szent László átvágásoknál pontosan az aszfaltozási munkák előkészítése miatt ugye kimélyítették az eddigi betöltéseket. Sajnos elég mélyen sikerült otthagyni, amit én gyorsan próbáltam is orvosolni, de lett is belőle problémánk, amit viszont azonnal kártalanítottunk is. Jelenleg följebb lett töltve, vissza lett töltve egy ilyen 4-5 centi a mélyedés, és napokon belül pedig vissza is lesz aszfaltozva, mert éppen azért lettek ezek a megvágások most kiigazítva, hogy minél hamarabb helyre lehessen állítani. Magyarul az aszfaltozási munkák azok folyamatosan most zajlani fognak már. Ezért pedig elnézést kérünk mindenkitől, ha kellemetlenségek lettek. Ahol tudom, hogy nagyobb baj lett, azt mi rögtön orvosoltuk is. Köszönjük a jelzést! Jó, volt még egy kérdés, hogy a fákra vonatkozóan. Én azt gondolom, hogy nyilván ezt egyedileg kell majd megnézni, hogy hova lehet ültetni, hol fogja zavarni a csapadékvíz elvezetést. Nyilván hasonló módon, mint ahogy az elektromos hálózatnál is, ahol szükséges volt, ott beavatkoztak a szakemberek. Szerintem a városgondnokság szakemberei, mert hogy nekik kell egyébként üzemeltetni magát a csapadékvíz elvezető rendszert, figyelni fogják. Tehát ahol szükséges, ott nyilván kezelni fogják ezeket a fákat. Én azt gondolom, hogy előzetesen ne vegyünk ki meglévő fát, mert én azt gondolom, az ellen vagyok. Ahova lehet, oda inkább ültessünk, és hát remélem, hogy fogunk tudni, ahova lehetséges ültetni. Vannak olyan gyökerű fák, amelyeknek viszonylag kisebb a kiterjedése. Ugye a Kacsó utcán, ahol a kerékpárút hálózat elkészült ott a piac résznél, ott is megtalálták a szakemberek azt a fafajtát, amit be lehetett ültetni a kerékpárút és a Köves út közé, viszonylag kisebb gyökérlabdája van, vagy gyökérzete van. Szerintem meg fogják találni itt is a szakemberek. Ahol szükséges, nyilván ki kell vágni, azzal nem tudunk mit kezdeni, de csak azért ne vegyük ki, hogy most esetleg később baj lesz belőle. Ha baj lesz, akkor ki fogjuk venni. Üdvözlöm Önöket, tehát a Betőleg Szívincáról, amit a jövő héten fognak előttileg elkezdeni. És az van a kérdés, hogy a tervek alapján az én kocsitálom az 4 méterre van meghatározva, és a gyalogbejárónál nem van betonozva. Hogy ebben az esetben, ez közel 6 méter, hogy ebben az esetben akkor mi az eljárás megmarad, jelenlegi állapot,
vissza fogják bontani 4 méterre. Köszönöm. Szív utca 4. 7. 7, bocsánat. Tervezve minden egyes bejáró. Tehát itt nyílt árok lesz. Nyílt árok lesz. Szerintem ez egy ugyanolyan egyedi eset, meg fogjuk vizsgálni, jó? Nyilván, ahogy az előbb a műszaki ellenőr is elmondta, nem célszerű a kiskapu és a kocsi bejáró közt 50 centire megnyitni a nyílt árkot. Valószínű, hogy egybe fog maradni. Megnézzük, jó? Kacsó utca 40. Kacsó 40. Ja, 40. 40. Jó, azért. Van még bárkinek kérdése? Elég sok mindenre választ kaptunk, csak egy ilyen kis közvélemény kutatás, hogy az eddigiek, amik elhangzottak, azok kielégítő válaszok voltak? Kicsit megnyugtató most a helyzet? A tekintetekből azt látom, hogy sokan megnyugodtak, néhányan még kételkednek, tehát ugye a válasz továbbra is minden felmentett kérdésre az, hogy még nincs vége teljes mértékben a kivitelezésnek. Én hasznosnak tartom nagyon az ilyen fórumokat, mert már most látom, hogy mindenki jegyzetelt, és itt egy A4-es lapon az összes probléma még elhangzott szépen fel van véve, amit a műszaki ellenőr nyilvánvalóan ellenőrizni is fog. Hölgyeim és uraim, egy utolsó kérdés, még egy, nem kell mikrofon. Eredetileg betonos volt? Igen. Igen, akkor azzal lesz helyreállítva. Mert hallottam olyat, hogy aszfalt, és én ezt nem szeretem. Nem. Ha beton volt, beton lesz. Ha aszfalt volt, aszfalt lesz. Ha térkő volt, akkor az kerülsz. Igen. Mindig az eredeti állapot visszaállítása a cél. Köszönjük a kérdést. Jogos volt az észrevétel itt is. Nagyon szépen köszönöm a részvételt. Azt kell mondjam, hogy nagy piros pont mindenkinek, mert ennyire türelmes és jó hozzáállású lakossággal ritkán találkozunk. Úgyhogy hajrá Karca! Köszönöm szépen, hogy eljöttek. A továbbiakban is figyeljék a csatornákat, ahol az információkat igyekszünk frissen tartani, a karca.hu weboldalon keresztül is. Mindenkinek nagyon kellemes Mikulást kívánok természetesen, kevés virgácsot és jó egészséget. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!